Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé a világ halad. Nem vagyunk elégedettek, és mi baj van azzal, ami felé a világ halad? Mi baj van vele? Sok az elnyomás. Sok az elnyomás? És azon kívül? Tessék? Sok a hazugság. Sok a hazugság? Manipuláció. Manipuláció, etikátlanság. Na, ezzel kapcsolatban. Dezinformáció. Dezinformáció? Aha. Jó. És szerinted, ugye tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Szerinted mi várható, ha ebbe az irányba alatt tovább a világ? Semmi jó? Tudod, hogy miként működik az ember? Kapizsgáljátok? Akik itt tanulok, azok kapizsgálják, és a többiek? Azok nem tudják. Ugye mi foglalkozunk szellemi dolgokkal is, lehetne úgy is mondani, hogy spirituális dolgokkal, és én azt látom, hogy akik már évek vagy évtizedek óta foglalkoznak szellemi dolgokkal, nem itt, hanem máshol, mégis azok közül a legtöbbnek hát nem egészen úgy alakul az élete, ahogy szeretné. Sőt, mondhatnám is, hogy bizonyos életterületeken hát lehet, hogy azt lehetne mondani, hogy romokban van az a bizonyos életterület. Hát ugye az ember tudná, hogy miként működik az ember, akkor egy kicsit könnyebb lenne. Csak ugye a spirituális területen ezt nem nagyon tanítják. Tudod, hogy hogyan működik az élet? Hát az ember tudná, hogy hogyan működik az élet, akkor ez ugyanaz, mint az emberi működés, akkor könnyebb lenne, de sokan nem tudják ezt. És ugyanúgy nem tudják azok az emberek se, akik spirituális területen tevékenykedtek. Hát bármilyen spirituális terület, az úgy néz ki, hogy az életnek egy kis szegmense. És mi lesz a többivel? Tehát ez olyan, mint egy torta, hogy a tortának ugye vannak szeletei, és hát az addig nem tortának hívják, csak max torta szeletnek, ameddig az egész tortát nem látja az ember. Tehát ha abból csak egy kis szeletet lát az ember, akkor az torta szelet, és nem torta. Szóval a lényeg az, hogy ugyanez a spirituális terület is, hogyha az ember foglalkozott ezzel, azzal, amazzal, akkor lehet, hogy az ember foglalkozott akár 4-5 dologgal is a spirituális szférában, de hát akkor az mind csak egy kis szelete az egésznek. És hát ebben vagyunk mások a többiekhez képest, hogy ugye itt ötvözve van az anyagi világgal a szellemiség, és ez annak köszönhető, hogy én az életem egy részét anyagi világi dolgokkal töltöttem el, és nem rossz szinten, mert többek között pénzintézet vezető is voltam, sőt, piacvezető, pénzintézeti vezető is, és ezáltal ugye az anyagi világgal is eléggé tisztába kerültem, sőt, mondhatom azt, hogy az anyagi világgal hamarabb tisztába kerültem, mint a szellemi világgal, bár szellemvilággal kapcsolatos nyitottságom az mindig megvolt. Nekem, amikor szellemi dolgokról beszélünk, akkor az itteni szellemi dolgok az, ami meghatározóak, és most nem szellemekre gondolok, amikor szellemvilágról beszélek. Tehát a szellem által, ezáltal létrehozott dolgokról elsősorban. Tudod, hogy mik a legfőbb alapelvek az életben boldog élethez?
Tehát ugye vannak szabályok, egy-két szabályt így most elmondok nektek. Tehát az ember, hogy ha boldogan akarja élni az életét, akkor alapvető dolog, hogy élje etikusan az életét. Az etikának konkrét szabályai vannak, ami nekünk az alapképzéshez tartozik, és az alapképzéseinken belül az alapok alapja. Egyébként 6 alapképzésünk van, abból az egy az alapok alapja, és az pedig az etika. Az etika pedig ugye 3 dologból áll, erkölcs, becsület és tisztesség. És ezeknek szabályai vannak, tehát olyan konkrét szabályai, amit az ember, ha betart, akkor képessé válik a boldog életre, ha nem tart be, akkor képtelenné válik a boldog életre. És az emberek nem tudják azt, hogyha etikátlanságot követel az életben, akkor azt vissza fogja kapni. Hogy fogja visszakapni, mondjuk tükörként? Mondok példát, jó? Tehát valakinek mondjuk van egy párja, tehát mit jelent a pár? Hát a pár azt jelenti, hogy szexuális kapcsolatban van vele. Jó? Tehát már onnantól kezdve párkapcsolatról lehet beszélni, amikor ez a szexuális kapcsolat még nem teljesen nemi jellegű. Na most onnantól kezdve beszélhetünk párkapcsolatról, és amikor valaki, tehát itt a 21. századra, de már a 20. század végére is eléggé jellemző volt, hogy ha mellette másik kapcsolatot is létrehoz. Tehát a párkapcsolata mellett másik kapcsolatot is létrehoz. Tehát ugye sokan azt gondolják, hogy a párkapcsolat az annyi, hogyha összeházasodnak, vagy legalábbis összebútoroznak, vagy mit tudom, élettársi kapcsolatban vannak. Hát annak ellenére mégis ugye ezt is sokan etikátlanságból felszokták rúgni, és ott az etika szabályt meg szokták sérteni. Na most tételezzük fel tehát, hogy valaki mondjuk párkapcsolatot létrehozott olyan tekintetben, hogy kezdő párkapcsolat, még mondom, nincs nemi, tehát teljes nemi együttlét, csak mondjuk ilyen kézenfogás, ölelkezés, csókolózás, stb. Stb. Jó? És onnantól kezdve párkapcsolatról beszélünk, és közben másik személlyel is tart hasonló viszonyt, vagy akár még intimebb viszont. Na most ez nem etikus, ezt jól tudjuk, mert az illető se szeretné, hogyha másik közben ugyanezt csinálna. Jó? Tehát ezáltal nem etikus ez a dolog. És tételezzük fel, ezt valakivel megcsinálja. Jó? Tehát az a párkapcsolat, az nem lesz végleges, az hódbiztos. Az valahogy úgy intézik a fentiek, hogy az ne legyen végleges, és utána legyen egy olyan párja, aki ezt ugyanúgy műveli vele szembe. Értitek? Tehát szabad akarat van ezen a bolygón, tehát amikor egy ember szabadon választja a párját, akkor lehet, hogy az a pár, akit szabadon választott, az hűséges, de ő maga nem. Ezáltal elintézik neki azt, hogy az a kapcsolata megszűnjön, és lesz egy olyan kapcsolata, ahol a másik személy nem lesz hűséges. És ő természetesen ki kell magából, hogy nem hűséges a társa, és ezért ugye megszünteti, vagy valami lesz avval a kapcsolatban, ami nem pozitív valószínűleg. És de arra nem gondol, hogy ő ezt tükörként kapta. Oké? Okay. És teljesen mindegy, hogy ki mennyire etikátlan,
mert azt vissza fogja kapni. Ha kicsit etikátlan csak, akkor azt a kicsit fogja visszakapni. Ha nagyon etikátlan, akkor azt a nagyot fogja visszakapni. De lehet olyan visszakapás is, hogy nem konkrét ugyanolyan helyzetet kap vissza, hanem ugye a problémák jöhetnek négy területen, ez most már tanítás. Ez a négy terület ugye a betegség, baleset, családi probléma és az anyagi probléma. Tehát bármilyen probléma ide ebben a négybe besorolható valamelyikbe. És lehet, hogy olyan betegséget kap valaki, ami a betegség jellegéből és elhelyezkedéséből pontosan kideríthető, hogy neki milyen élethelyzeten kellene változtatni, a saját élethelyzetéről van szó természetesen. Tehát mind kellene változtatnia. Tehát egy betegség az érdekes módon mindig a változtatásról szól. De nem csak a betegség, hanem a baleset is. Sőt, a család és az anyagi probléma is mindig a változtatásról szól. Tehát amikor az ember kap egy problémát, milyen érdekes, nem azt mondjuk, hogy csináltam egy problémát, nem? Valahogy nem, a nyelvünkben nem az van benne, hogy hát csináltam egy problémát, nem, hanem kaptam egy problémát, nem? Hát kitől? Nem gondolkoztál ezen? Nem, hát kitől kaptál? Magadtól nem tudsz kapni. Hát hogy tudsz magadtól kapni? Ha magadtól nem tudsz kapni semmit. Kapni másoktól kapunk, nem? Másoknak adunk. Nem? Tehát adni nem szoktunk magunknak, hanem ugye, hanem vagy akarom mondani, kapni nem szoktunk magunktól, adni tudunk magunknak, nem? De kapni hogy? Tehát a kapáshoz egy másik személy kell, nem? Tehát te adhatsz magadnak, de kapni hogy tudsz magadtól? Sehogy. Jó? Tehát a lényeg az, hogy amikor egy ember olyan dolgot tesz, ami az etika szabályaiba ütközik, akkor tudti, hogy valamilyen olyan formába fogja visszakapni, amiből ki lehet deríteni, hogy neki milyen változást kell eszközölnie. Tehát mondjuk, ha valaki etikátlan, akkor ugye az a változás, hogy nem etikátlankodik. Így van, etikussá válik, változik. Oké? Okay. Tehát az emberek milyen jó lenne, ha tudnánk ezeket a szabályokat. És akkor gondoljátok végig, a spirituális területen oktatják az embereket, és nem, és úgy oktatják az embereket, hogy nem fektetik le az etika alapjait. Nem fektetik le. Hanem az a lényeg, hogy fizessenek az emberek, és utána, hogy avval a tudással mennyire él vissza, az már az ő felelőssége. Közben én meg azt mondom, hogy nem az ő felelőssége, nem csak az ő felelőssége, sőt, elsősorban nem is az ő felelőssége. Tudod miért nem? Hanem az oktató felelőssége, mert ha régen megnézed, csak azokat oktattak szellemi dolgokra, akit előtte beavattak. A beavatás az meg egy procedúra volt, egy olyan procedúra, amin neki végig kellett menni. Úgy is lehetne mondani, hogy próba. Tehát a beavatás egy próba volt, és ha az a próbán az illető nem ment át, akkor nem kapta meg a tudást. Most meg fűfavirágot oktatnak. Olyan dolgokra is, hogy mit tudom, belepiszkálgathat a szellemvilágba.
Oké? Miért nem így van? Nehogy azt mondta, hogy nem így van. Tehát a múltkor, ugye voltunk, tehát egy jó pár éve volt az azért már, voltunk egy hétvégi rendezvényen, és akkor még ott abban a rendezvény helyen nem a legnagyobb teremben voltunk, hanem a második legnagyobb teremben, és a legnagyobb teremben pedig egy spirituális előadó tartott, hát nem jut eszembe a... fölírtam valahova, nem jut eszembe a neve, nem az előadónak, hanem a képzésnek, nem írtam én ezt föl, de parapszichológiát tartott, eszembe jutott, fölírtam. És akkor ott közte találkoztam ismerőssel, akiről nem is gondoltam egyébként, hogy szellemi nyitottsággal bír. De a lényeg az, hogy bárki bemehetett parapszichológiát tanulni, etika előképzettség nélkül. És nyilván ugye az ilyen spirituális tanítók, tehát egy neves spirituális tanító vagy, csak nem mondom a nevét, jó? Tehát biztos, hogy mindenki, aki itt van, ismeri, legalábbis hallásból. Nyilván mondják, hogy ne élj vissza vele. De olyan iszonyú magas etikai szinten élnek ma az emberek, hogy valóban nem fognak vele visszaélni. Tehát ha megnézed, a legtöbb ember azt se tudja, mi az, hogy etika. Na most, ha az ember nem tudja, mi az, hogy etika, akkor azt nem is tudja gyakorolni. Nem? Tehát azt, amit nem tudod, hogy létezik, azt nem tudod gyakorolni. Csak azt tudod gyakorolni, amiről tudod, hogy létezik. Tehát ha az emberek az alapelveket ismernék, akkor egy kicsit más életet élnének. Ezért mi elsősorban olyan dolgokat tanítunk, és nem tanítok olyan dolgokat, amivel vissza tudsz élni. Tehát még egyszer mondom, olyan dolgokat, amivel nem tudsz visszaélni, csak élni. Jó? Majd ha etikai szinted olyan lesz, akkor majd tudok tanítani neked olyat is, amivel vissza is lehetne élni, csak akkor már nem fogsz visszaélni vele. Az is jó lenne, hogyha tudnád, hogy mi az élet értelme. És akkor az emberek ezzel kapcsolatban azt gondolják, hogy az életük értelme az valami olyasmi, hogy nem tudom, egyenek, igyanak, legyen fedél a fejük fölött, mit tudom, legyen családjuk, neveljék fel a gyerekeket, tehát legyen gyerek és fölneveljék, és akkor majd el vannak valahogy. Hát ha ezt jobban megvizsgáljuk, akkor ez ilyen állatias működés. Hát az állat is idézőjelben ezt akarja, mert nyilván ő ösztönből. Hát lehet, hogy az emberek is ösztönből akarják ezt. De én valahogy gyerekkoromtól én többet képzeltem el magamról, mint hogy majd csak legyen családom, tehát egyek, igyak, legyen családom, legyen mondjuk, tehát legyen a gyerekek felnevelve, aztán majd lesz valahogy, hát én nem így képzeltem. Tehát most az egyek, igyakról csak annyit, hogy én például, ha mondjuk végzek egy munkát, és ha lehet, hogy az egy napos munka, akkor kibírom úgy, hogy semmit nem eszek. És inni meg azért iszok, mert muszáj, de azt is kibírnám úgy, hogy nem innék. Most tegnap volt egy ilyen eset, éppen, hogy
hogy reggel úgy keltem föl, hogy riasztva voltam itt az irodába, szó szerint. Tehát riasztottak idegenek, hogy jöjjek gyorsan, és be is jöttem, és elhárítottam a dolgokat, és lényeg az, hogy utána bennmaradtam, mert csinálgattam dolgokat itt benne az irodában még, tehát nem számítógép előtt ülve, csak úgy mondanám, hanem fizikai dolgokat, és hazamentem kb. 8 órakor, és bejöttem kb. 8 órakor, és én, Marian készített ugyan nekem gyorsan csomagolt kaját, de az ugyanúgy ott volt, mikor hazamentem, és én úgy voltam el egész nap, hogy egyetlen egy falatot nem ettem, és inni meg azért ittam, mert nem azért, mert szomjas voltam, hanem mert tudom, hogy azt muszáj. Na most, tehát ami azt jelenti, hogy én nekem az étel kérdés az soha nem volt elsőrendű kérdés. Tehát én soha nem éreztem azt, hogy én azért születtem, hogy jókat zabáljak. Érted? Tehát hogyha én nem eszek, akkor nem eszek. Ennyi. Tehát azért eszek, mert muszáj. És én ha eszek, akkor lehetőleg úgy eszek, hogy minél hamarabb túl legyek rajta. Mert valahogy ilyen időveszteségnek tűnik nekem a hosszas táplálkozás. Na most nyilvánvaló, hogy a legtöbb ember az nem olyan, mint én, hanem azért élnek, hogy esznek. Hát én nem azért élek. Szerintem nem az az élet értelme, hogy az ember egyen igyon. És a család fontos, mert nem kérdés. Tehát ez egy fontos, de ha jobban megnézzük, nem a család az élet értelme, az a faj fenntartáshoz kell, ha jobban megnézzük, illetve a biztonság, egy legbiztonságosabb közösségi egység, ugye a család, vagy legalábbis annak kéne lenni. Hát mi az értelme az életnek? Minden ember ki tudná magának deríteni, hogy mi az ő életének az értelme. Egy kis előképzettséggel, vagy mit tudom én, odafordulna egy PPA-s vezetőhöz, és megkérdezni tőle, és a PPA-s vezető ki tudná deríteni, vagy egy PPA-s, aki már ezt tanulta, ki tudná az deríteni, hogy neki mi az életének az értelme, amit mi úgy hívunk, hogy küldetés. És akkor így most már világos azoknak, akik ezt már tanulták. És minden embernek ott van a személyes küldetése, amiért leszületett erre a bolygóra. És az emberek 98%-ának vagy 99%-ának erről fogalma nincs. Pedig 5 perc alatt kideríthető bárki számára. 5 perc. Tehát a legtöbb ember 5 perc fáradtságot nem vesz, hogy utána nézzen annak, hogy az ő életének mi lenne az értelme. Vagyis mi az ő küldetése. Tehát miért született ide le? A legtöbb ember azt se tudja, tehát mondhatnám tovább, hogy mi lenne az életben a feladata, ebben az 5 percen belülben kideríthető az is, hogy mi lenne az ő feladata, az életében mi lenne a feladata. Hogy elérhesse a küldetését minél hamarabb. Mert a feladatot úgy rakják össze, hogy az illető a küldetését a feladat végzésével minél hamarabb el tudja végezni. De ezt mondom, ezt az 5 percet a legtöbb ember rá se szánja arra, hogy kiderítse, hogy neki mi a küldetése, és a küldetését milyen feladattal tudná leginkább megvalósítani. De hát a legtöbb ember, jó, ennél egy kicsit bonyolultabb, arra se kíváncsi, hogy mondjuk milyen a személyisége. Tehát a saját személyisége milyen. És hogy ennek a személyiségnek, az ő személyiségének mi az előnye, és mi a hátránya, tehát mi a
mi az, ami pozitív, mik a jó tulajdonsága, úgy is lehetne mondani, és mi személyesen neki a rossz tulajdonságai. Mert ha az ember megismerni a rossz tulajdonságait, nyilván az a fontosabb, mert azon kéne változtatni. Hát a jó tulajdonságodon ugye ne változtass, azt hagyjad. Hát a rosszon azon viszont kellene. Jó, ez mondom egy hosszabb történet, de mondjuk egy nálunknál egy két hónapos képzésbe bőven belefér az, hogy az ember totálisan megismerje saját magát. Az a két hónap az 60 óra, tehát egy hónap az 30 óra. Na most, hogyha valaki mondjuk 30 óra képzésben szeretne részesedni, az mindegy, hogy a személyiségével kapcsolatos, az mindegy, hogy valami szellemi dolog, vagy mindegy, hogy valamilyen tanulmány, ha az valami kívülről nincs támogatva, mondjuk az állam által, vagy bármi által támogatva, akkor az tuti, hogy a 30 óra képzést óránként mondjuk 5000 forint alatt nem ússza meg. Tehát egy ilyen havi képzés, nyilván áfásan mondom, tehát egy ilyen havi képzés az mondjuk 150 alsó hangon. Hát ezért is ugye az emberek nem végzik el a tanfolyamokat, mert azt gondolják, hogy ez sokba kerül. Hát ugye nálunk úgy vannak kialakítva az árak, hogy bárki igénybe tudja venni, sőt, hát most ugye díjmentes képzésen vesztek részt, ami nem az egész képzés, mert a nagy része az tájékoztató, de januártól vannak benne képzési elemek. Illetve nem januártól, hanem novembertől. Szerinted nem lenne könnyebb és boldogabb az életed, ha ezeket tudnád? Mármint amit le van írva fölötte. Na nézzük meg, mit is csinálunk, jó? Nagyon egyszerű. Az embereknek eljuttatjuk azt a tudást és azokat a képességeket, sőt, gyakorlási lehetőséget is, amelyek által olyan élet- és emberismerethez jutnak, hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megelőzésére, illetve megoldására, a célok elérésére, és ebben tudjanak mások segítségére is lenni. Ezt azért csináljuk, hogy az emberek, hogyha képesek az élethelyzeteiket helyesen kezelni, a problémáikat megelőzni, illetve megoldani, a célokat megvalósítani, másoknak is ebben segítségükre lenni, akkor az ember ezáltal képes boldog életet élni. A boldog élet azt jelenti, hogy jelen van az életében a szeretet, az egészség, az elismerés, a szabadság, a pénz, és az, hogy azt csinálhatja, amit szeret. Tehát ez a hat dolog. És ha az ember rendelkezik ezzel a hat dologgal, akkor boldog életet tud élni. És ha egy ember boldog életet tud élni, és ugye rendelkezik szeretettel, egészséggel, stb. Amit felsoroltam, akkor képessé válhat arra, hogy bekerüljön az aranykorba. Tehát mi azért segítjük az embereket. Én kaptam egy olyan látomást, hogy nekem kell ezt a szervezetemmel megcsinálni. Hogy a Földön belátható időn belül aranykor lehessen. Ez a belátható időn belülről még fogok beszélni. Az aranykor majd még lesz szó. Célunk mindenki lelki fejlődése az aranykorba jutáshoz. Ezzel kapcsolatban van egy fontos égi üzenet. Én veszem az égi üzeneteket, ezt csak úgy mondanám. Akik nyitottak a szellemi lelki fejlődésre, a tudatosodásra, azért születtek ebbe a földi létbe, mert az aranykor létrehozásában részt kell venniük. Aki ezt nem teszi, az nem éli meg az aranykort.
Az élet és az ember működéséhez átadjuk nem csak a tudást, hanem a módszereket is. És ebben is eléggé egyedülállók vagyunk. Tehát azért csináljuk, hogy minél előbb, minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján, mert csak így kerülhetnek be az aranykorba. Mert az emberek, sőt az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van, a lelki fejlődés, hogy aranykorba, tehát hogy aranykor legyen. Tehát lelkileg fejletlen emberek nem kerülhetnek be az aranykorba. Jó, ezt nem én találtam ki, nehogy azt higgyétek, ez így van. Tehát az aranykor azt jelenti, hogy a szeretet, béke, boldogság kora. Na most, szeretet, béke és boldogság korában hogy lehetne valaki, aki képtelen szeretni, képtelen békességben élni, képtelen együttműködni, képtelen boldog lenni? Világos ez? Logikus, nem? Mert most kell előkészítenünk, hogy 2026-tól 2034-ig minden feltételét megteremtsük az aranykor létrejöttének. És 2035-ben már aranykor lehessen. Tehát nem tudom, nézitek-e a dátumokat. Jó, tehát 2026-tól 34-ig minden feltételét megteremtsük. Tehát akkor már azon kell fáradozni, hogy előkészítsük teljes egészében az aranykor létrejöttét. Jó? Tehát akkor most egy olyan időszakban vagyunk, csak hogy ez világos legyen, ahol azokat az embereket keressük, akik hajlandók azért fejlődni, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Jó? És erre van 2025-ig 6 évünk, mert ugye ez még teljes év. Tehát, hogy megtaláljuk azokat az embereket. És akkor majd mindjárt látod tovább. Azért csináljuk, mert jelenleg olyan világban élünk, ahol van terrorizmus, az abból lesz, hogy vannak a vallások, hozzáadják a tudatlanságot, és akkor abból lesz a terrorizmus. Egy olyan világban élünk, ahol van zsarnokság, az meg abból van, hogy van hatalom, és ha ott van tudatlanság, akkor abból lesz a tudatlan hatalman lévő emberekből a zsarnok. Van káosz, az meg abból van, hogyha az embereknek minden szabad, tudod, ez a túlzott szabadság, tudás nélküli túlzott szabadság. Korrupció is van a világban, az meg azért van, mert van pénz, és az emberek megvásárolhatóak, tehát mert tudatlanok. Tehát a pénzzel az emberek lelkét vásárolják meg egyébként, ezt csak úgy mondanám. Bűnözés is van, az meg abból van, hogy az emberek szegények és tudatlanok. A tudatlanság minden gonosz eszköze és a gonoszság gyökere. A lelki fejlődésnek 7 szintje van. A legelső a túlélés, felette van a biztonság, a fölött a valahova tartozás, a fölött az elismerés, a fölött az önmegvalósítás, a fölött a küldetés, és legvégül a beteljesülés. Nem kell ezt végigjárni. Lehet azt választani, hogy az ember világ életében ebbe a fajta úgynevezett reinkarnációs körfolyamatba, körforgásba akar bennmaradni. Ezt lehet választani. Tehát lehet azt választani, hogy az én legfontosabb dolgom az életemben, majd a hátralévő életekben is, már pedig az ember lelkének az élettartama az végtelen. Tehát lehet azt választani nyugodtan, hogy én azt a döntést hozom, hogy nekem az legyen a legfontosabb, hogy egyek, igyak, tető legyen a fejem felett, legyen családom, neveljen fel a gyerekeket, segítsek be az unokák nevelésébe, stb. Stb. És akkor lehet ezt csinálni, akár
több tízezer életen keresztül. Lehet azt mondani, hogy ez egy tök jó, de hogy nem boldog élet, az hód biztos. Oké? Lehet azt csinálni, hogy nem kell tudás, már valahogy elboldogulok, olyan még úgy sem volt, hogy valahogy ne lett volna. Lehet ezt választani. Na most, de ahhoz, hogy az ember ne ezt válassza, az kellene tudni például olyan alapvető dolgot, hogy honnan jöttél. Nem a tested, a lelked. Az honnan jött? Nem egy ilyen világból, jó? Hanem egy olyan világból, ahol szeretet, béke és a teremtés és a boldogság honol. Egy ilyen világból jöttél. És ugye az lenne a cél, hogy egy ilyen világba jusson vissza az ember. Tehát most, ha megnézzük a fejlődési, tehát az emberiség fejlődését, tehát amikor az ember ide leszületik, és amit fejlődik itt az életében, az gyakorlatilag olyan, mint egy bölcsöde egy újszülöttnek. Nem óvoda, bölcsöde. Tehát itt a Földön gyakorlatilag egy bölcsödébe vagyunk. Szó szerint. Állítom azt, hogyha nem vigyáznának rád szellemi szinten, akkor már nem élnél. Na akkor bölcsöde vagy nem? Oké? És amilyen érdekes ez a dolog, az a 9 év lenne az óvoda. Tehát 26-tól 35-ig. Tehát 34 év végéig. Az az óvoda. De az aranykor az még csak az iskola. És nem a főiskola. És nem az élet. Oké? De olyan érdekes ez a lelki fejlődés, mert saját csapat nélkül idáig juthatsz a harmadik szintig. Vagy választhatod azt, hogy minden csapot papot ott hagysz, bevonulsz egy kolostorba, vagy ilyen kolostorszerű működésbe, és ott csak a tanulással foglalkozol. De akármilyen hihetetlen, ilyenek vannak. Tehát ilyenek a világban vannak. És emögött mind vallások vannak. Például a buddhizmus is ilyen. Sőt, a szientológia is ilyen. Az is ilyen. Tehát kiveszik az életből az embereket, beviszik egy zárt helyre, bekerül egy közösség, egy ottani közösségbe, és gyakorlatilag onnantól kezdve elkötelezte magát oda teljes egészében, úgyhogy direktbe gyakorlatilag a világgal nem foglalkozik, csak tanul, max ha tud valamit, akkor fejleszt másokat, de az meg nem az ő szervezése, na mindegy, tehát nem saját csapatot. Lehet ezt is választani, ez is egy út, csak akkor mondj le mindenről. Tehát például ezért lehet, hogy már hallottál olyat, hogy a szientológiába kezdett valaki, és akkor ráment a vagyona. Hát mert az volt a feltétel. Tehát föladta a vagyonát. Csak utána közben meggondolta magát, érted? És akkor nem tetszett, hogy feladatták vele a vagyonát, és akkor mit tudom, hogy csinált erről egy cikket egy újságíróval, vagy egy tévériporterrel, érted, egy műsort, és akkor kitették a netre. Hát de az az ő szabad akarata volt, senki nem kergette bunkos bottal, hogy áldozza föl a vagyonát, érted? Tehát amikor valaki kolostorba vonul, akkor se kergeti bunkos bottal őket senki, hogy
föl kell áldozni, és el kell adni mindent, és úgy vonuljon be a kolostorba. Hát ez egy természetes dolog. Tehát csak az kerülhet be az aranykorba, aki legalább a hatodik lelki szintre már felfejlődött. A nagy közösségen belül, nekünk itt van egy saját közösségünk, ezt a közösséget én hoztam létre, de nyilván segítőkkel együtt hoztam létre, tehát itt vannak olyan embereim, akiknek van saját csapatuk a nagy csapaton belül. Tehát, hogy valaki ezt nem csinálja, akkor nem tudja megélni azokat az élethelyzeteket rálátással, nem úgy, hogy ő benne van, hanem rálát arra az élethelyzetre, amiből tanulhatna. Tehát egy olyan ember, akinek csak családja van, ő annyit tud megélni, meg annyira lát rá, amit saját maga megél, vagy a családja megél. Na most, én nekem igen nagy családom van, ezért nem a közvetlen hozzátartozók nagy, hanem az anyai vonalon, unokatestvérektől kiindulva, hiszen összesen 23-an voltunk unokatestvérek. És lényeg az, hogy régen nagyon sokat példáloztam a családi példákkal. De már több a nem családi példa. Tehát már sokkal több nem családi példáról tudok beszámolni és beszélni, mint régebben. Mert ugye jóval nagyobb a csapatom már, mint a rokonság volt. Illetve a rokonságom. Tehát ezáltal ugye szembesültem olyan élethelyzetekkel, amit nekem hála a jó Istennek nem kellett megélni. De én tanulhatok mások megéléséből. És azért nem mindegy, mert az okos az inkább mások kárán tanul, mint a sajátján. Hát kérdés az, hogy más tanul-e vajon más kárán, mert nem ez a jellemző. Hát nem ez a jellemző, még a saját kárukon sem szoktak az emberek tanulni, nem egy más kárán. Lásd, hitelfelvétel. Tehát már ráfaragtak, de még mindig fölvesznek hitelt. Mondok erre egy jó példát, jó? Hogy mennyire nem tanulnak az emberek. Tehát volt egy rokon, de nem csak rokonról tudnám ezt mondani, de ugye azért mondom a rokont, mert ugye azt régebbről követem szemben. Hogy egy tehermentes, háromszobás panel lakásuk volt. Oké? És felnőtt a lányuk, és akkor belementek abba, hogy erőn felül ilyen vásárlási hitelekbe belemenjenek. Tehát erőn felül. Tehát ugye a vásárlási hitel, tehát nem autóvásárlásra gondoljatok, ilyen kisebb dolgokra. Ami felszaporodott, és olyan mértékben felszaporodott a vásárlási hitel és annak kamatai, hogy a teljesen tehermentes ingatlant el kellett adni, összesen maradt belőlük 400 ezer forint a panel lakás árából. Hát abban meg mit kezdhet az ember? Hát az pittyputya el lehet tapsolni. Tehát a lány csinálta ezt az egészet, és a szülő az jóvá hagyta. Világos? Na most a lány az most egy ilyen otthonba él, ahol engedélyt kell kérni ahhoz, hogy kimenjen. Érted? Még ahhoz is engedélyt kell kérni, hogy látogató mehessen be hozzá. Tehát otthonba él, és az anya meg talált magának egy barátot, gondold végig, akinél él. Valószínű addig élhet, ameddig a barátja él. Mert amint a barátja már nem él, a gyerekek, a barátjának a gyerekei úgy kirakják a szűrét, hogy lába se éri a földet, az örökösök persze. Tehát gyakorlatilag a hitel totál tönkretette az életüket. És akkor
Ugye a hölgy, az idősebb hölgy, ugye arra számított majd, hogyha ne adj Isten így járna, hogy akkor majd lemegy Szabolcsba a testvéréhez, valamelyik testvéréhez. Oké? Na, mondanám, hogy már egyik testvére se él, illetve az egyik él, de ott is ilyen hitel miatt el kellett adni a házat, tehát már nincs ház. A másik meg meghalt, és a gyerekek eladták a házat. Tehát már nincs Szabolcsba se hova menni, érted? Tehát azt így áthúzták, azt a számítását. Na szóval a lényeg az, hogy ezt most csak azért meséltem el, hogy olyan élethelyzeteket láthat az ember, hogyha körülnéz, amire azt mondja, hogy biztos, hogy nem kellene, hogy az ember ilyet csinálja. Jó? Hát de nyilván, ja, és azért hoztam föl, mert a lány, aki ezt az egészet előidézte, most csak úgy mondanám, hogy most is hitelből vesz telefont. Jó? Tehát mobiltelefon. Még ott, az otthonban, ahol lakik. Még ott is. Hát olyan, mint egy öregek otthona, de szociális otthon. Oké? Tehát nem öregek otthona, hanem szociális otthon. Na hát ez van. Tehát nem tanult abból se, amit csinált. A lelki fejlődésed által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel. Ezek az életterületek a következők: önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel. Ez elég fontos 10 terület. Nincs is több, de nincs is kevesebb, igazából ez a 10 terület van. És ezzel fontos lenne, hogy mindenki helyesen bánjon. Ha valaki bármelyik területtel nem bánik helyesen, nem lesz boldog. Ennyi. Tehát az aranykor az a szeretet, béke és boldogság kora. Csak az kerülhet be, aki addigra megtanul szeretetben, békében és boldogságban élve, legalább a küldetés a 6. lelki szintre jutva önzetlenül együtt működni másokkal. Tehát például mondjuk van egy spirituális ember, aki jól el van magával, hogy ő mennyit tud, nincs csapata, de tanít esetleg időnként embereket, és ő azt gondolja, hogy jó úton van, hogy tanulja meg az együttműködést. Én 29 éve kezdtem el az együttműködést másokkal. 29 éve. És sokat kellett azért tennem, hogy ez jól működjön, ez az együttműködés másokkal. Ugyanis 29 éve van saját szervezésű csapatom. Tehát 29 éve kezdtem el a saját szervezésű csapatot. És azóta tehát van saját szervezésű csapatom. A tudás és a tapasztalat elsajátítása legalább 9 év. És a torzítások elkerülése véget egy helyen kell elsajátítani. Tehát az nem jó, hogy itt is tanul valaki, itt is, meg ott is. Miért nem jó? Mert lehet, hogy ütközésbe kerülnek a tanítások egymásra. Milyen egyszerű. Tapasztalatok elsajátítása a saját csapat nélkül nem lehetséges. Mert nem tudsz megélni minden tapasztalatot saját magad, mint az imént említettem. Ha eddig máshol nem tudtad elérni azt, hogy képes legyél szeretetben, békében és boldogságban élve, önzetlenül együttműködj másokkal, akkor máshol nem is fogod ezt elérni. Tehát nem elég az, hogy az ember képes legyen szeretetben, békében és boldogságban élni, hanem szeretetben, békében és boldogságban együttműködve másokkal. Most gondold végig, a fenti világ olyan, hogy
nincs szükség irányításra, tehát ilyen hatalmi irányításra, hanem szépen amit teremteni akarnak, azt megbeszélik és megteremtik. És mindenki teszi a dolgát. Na most, ami azt jelenti, hogy nem egyénieskednek, hanem csapatban működnek együtt. Tehát mondjuk, mikor egy bolygót létrehoznak a fentiek, akkor azt nem egy ember hozza létre, mármint bocsánat ember, egy lélek hozza létre, ugye az egy Isten, tehát nem egy lélek hozza létre, hanem többen. De egy a vezető, mert mindig kell egy vezető. Tehát mindig kell egy olyan személy, aki az utolsó szó. Jó? Tehát az azt jelenti, hogy egy olyan személy, akire mindenki hallgat. Tehát például a Föld így jött létre, anno annak idején, egy nőnemű istennő vezetésével lett megalkotva ez a bolygó. Ezért hívjuk Anyaföldnek. Ezt a nőnemű istennőt a magyarok Káltes asszonynak nevezték. Tehát Káltes asszonynak, és a nagy boldog asszony ünnepe valamilyen szinten még ehhez a dologhoz kötődik. Jó? Tehát ez a dologhoz kötődik. És nem véletlenül beszélünk anya földről és nem apa földről. Aki ki akarna maradni, az nem éli meg az aranykort. A média, a politika és a vallások megosztják az embereket. Tehát például mondja valaki, hogy ó, hát én mit tudom én, valami vallásnak a képviselő vagyok, mit tudom, egy ősi magyar vallásnak a képviselete, vagy bármilyen vallás. Hát eleve jó, ha mindenki tudja, hogy a média, a politika és a vallások megosztják az embereket. Ezek nem azt a célt szolgálják, hogy az emberek szeretetben együttműködjenek, hanem pont az ellenkezőjét. Világos ez? Tehát azért kellően tudatosnak kéne lenne ebben a kérdésben, és nem, hát adjuk, hogy elvigyen minket az érzelem. Csak egyetlen út van a szeretetben együttműködéshez, és az nem a külön utakon járás. Világos ez? Hanem az együttműködés. Jó? Tehát egyetlen út van, az pedig az együttműködés, nem a külön utakon járás. A szeretetben együttműködéshez kell a következő. Egy közösséghez tartozás. Nincs együttműködés közösség nélkül. Kell hozzá azonos célok azon a közösségen belül. Nyilvánvaló, nem? Az emberek és az élet ismerete. Tehát nem elég az, hogy foglalkozunk szellemi dolgokkal, és az élethelyzeteidet hogyan oldod meg tudás nélkül? Hát olyan mélyre le tud húzni a probléma, hogy utána azt se tudod mennyi hatszorat. A mindennapokban használható módszerek kellenek hozzá. A mindennapokban használható módszerek. A nagy közösségen belül kell saját csapat. Hát saját csapat. Azért, hogy ne kelljen megélni, nem. Azért, hogy megélj, rálás olyan élethelyzetekre is, amit te nem élsz meg. Hála Istennek, hogy nem élsz meg. Tehát hogy lesz tapasztalatod, hogyha nem élsz meg élethelyzeteket? Nagyon egyszerű a válasz. Hogy van saját csapatom, ahol rengeteg ember megél különféle élethelyzetet. Ilyen egyszerű. Mindenkinek adnia kell magának egy esélyt arra, hogy képes-e szeretetteli együttműködésre. És ezt úgyse tudja máshol. Máshol üzleti érdek együttműködés van. Oké? A vallásokban, politikában nincs szeretetteli együttműködés. Nincs. Érdek együttműködés van.
Közös az érdekük. Ennyi. És addig működnek együtt, ameddig az érdekük egy. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy van mondjuk egy szellemi ember, aki azt mondja, hogy nekem van saját utam. Hát akkor próbáld ki magadat. Hogy képes vagy egyáltalán a szeretetteli együttműködésre egy közösségen belül. Csak azért mondom, mert ezzel most elég sok probléma van számotokra. Hogy találkoztak olyan emberrel, akik azt mondják, hogy a saját utukat járják. Tudod, hova vezet a saját út? Kútba. De a kútból nem fölfelé vezet az út, hanem lefele. Így van. Csak a PPA-nál van nyíltan egy helyen szeretet, közösség, minden élethelyzetre tudás, módszer, megoldás, ezért az aranykorba jutáshoz a PPA az egyetlen lehetőség. Hát ha lenne még ilyen közösség, de nincs. Ráadásul még a legkedvezőbb feltételekkel nyújtjuk ezt. Tehát nálunk óránként a képzések 330 forintba kerülnek. De számolt ki, 30 óra, az 9800 forint. Jó, 9900 lenne, de ez 9800. Az első hónap ugyanettől kivétel, ott a 660 forintra jön ki a képzés óránként. Tehát az 19700 forint. Az első hónap. A PP az egyetlen esély. Nem kapsz több esélyt az aranykorba jutáshoz. Ennyi. És ugye miért én kaptam meg ezt a szerepet? Mert kommunikálnak velem a fentiek. Oké? És információkkal látnak el. Amikor olyan dolgokról beszélek, akár tudnám is mondani, hogy ez nem az én gondolatom. Jó? Csak itt van három az egyben. Helyes, helyrehozhatod a saját életedet, helyrehozhatod mások életét, és bejuthatsz az aranykorba. Magamról egy-két gondolat, amiről már beszéltem, hogy kaptam egy küldetést, és a küldetés megvalósításához, hát mondhatni azt, hogy egyedülálló képességeket. Hogy mindenki lelki fejlődését elősegítsem, oly módon, hogy közvetlen forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjak át, amely által képessé válnak az aranykorba bejutni. Azaz szeretetben, békében és boldogságban élni. Ennek a küldetésnek megvalósításához kaptam egyedülálló különleges képességeket. Ennek a küldetésnek én mindent alárendeltem. Szó szerint. Mi kell ahhoz, hogy az aranykor létrejöjjön? Hát mondjuk kellene egy kidolgozott rendszer, ami itt van. Kellene rendszerességgel átadható tudás, az is van. Most három év alatt adom át a tudást, de ez kevés. Tehát hat év múlva ez kilenc év lesz. Ezt úgy mondom előre. Jó? Tehát nem lesz a kilenc éven belül ismétlés. 2013-ban kezdtük, és azóta, ugye, hogy kezdtük? Másfél évvel, azt hiszem. És azóta ez három évre nőtt. Az élet és az ember működésének ismerete. Az etikus élet, erkölcs, becsület, tisztesség. Tehát, hogyha valaki nem éli etikusan az életét, meg kell tanulni. Folyamatosság kell, profizmus, közösség, folyamatos szervezés, gyakorlási lehetőség, és kell 300 millió tudásátadó. Nem tanuló, tudásátadó. Tehát a 300 millió tudja bevinni az aranykorba az emberiséget. Oké? Hát sok vagy, nem? Ennyi.
Persze. Mi kell ahhoz, hogy az aranykor létrejöjjön? Nem gondolod, hogy elég szomorú dolog lenne rád nézve, ha nem engedhetnéd meg magadnak a havi 9800 forintot? Tehát a képzések értéke 150.000 forint. Kedvezményesen 20.000 forint havonta. Akciósan 9800. Tehát ha most kezdi valaki el, akkor 9800 forint. És erre árgaranciát kap 35 hónapra. Tehát a kezdést is, ha megnézzük, a kezdés 40.000 lenne. Akciósan ez 19.800. 19.700, bocsánat. Jó? Nem gondolod, hogy az emberek szellemi fejlődésének elősegítése az egyik legetikusabb tevékenység a bolygón? Én ezt tudom, hogy így van, nem gondolom, hanem tudom. Nem jó lenne a szellemi fejlődéseddel pénzt keresni úgy, hogy majd akár ez biztosítaná a megélhetésedet, vagy akár a családodét is. Tehát ugye én rendszeresen szervezek az elmúlt három hónapban, eddig, még nincs vége a hónapnak, eddig 21 embert szerveztünk direktbe, a nejemmel. Az átlagos a hetet havonta. De mondom, még nincs vége a hónapnak. Na most úgy, hogy a szervezési feladat az nem teszi ki közel se a 8 órát. Se nekem, se a nejemnek. Tehát mellette sokat foglalkozunk ugye a cég ügyes bajos dolgaival, mint például tegnap is, és hát csőtörésünk volt. Azért kellett beszaladni. És lényeg az, hogy még az több idő, mint a szervezés. És hát foglalkozni kell egyéb dolgokkal is, mert az embernek van egy civil élete, tudod, meg van egy családja, meg stb. Tehát azzal is kell foglalkozni. Pedig ugye nekem egy igen nagy csapatom van, főleg másokhoz képest. Na most ezt azért mondom, mert hogyha valaki elkezdi a szervezést, akkor nehogy azt gondolja, hogy ez egy 8 órás tevékenység. Ebben még akkor se tudsz 8 órát foglalkozni, hogyha mondjuk keresel vele havonta milliókat. Érted? Magával a szervezéssel. Hát a szervezésre módszerek vannak, és nagyon pofon egyszerű módszerek, amit bárki meg tud csinálni. Tehát bárki meg tud csinálni. Mit kell tenni, hogy aranykor megvalósuljon? Mivel itt vagy, te jó ember vagy, kezd el te is az aranykort építő független PPA közösséggel az együttműködést. Úttörő szerepünk van, tenni kell rendszeresen a dolgunk, vagyis minél több embernek el kell juttatnunk a lelki fejlődést eredményező, a mindennapokban használható, a boldog élethez vezető tudást. Itt vannak a képzéseink, ugye 4 szemeszter van, 1 szemeszter 9 hónap, és 1 szemeszteren belül 6 nagy témával foglalkozunk, mind-mind külön coachképzés. Az első ugye a life, élet, coach szemeszter, körforgásos alapon működnek a képzések. Tehát a bármi előző képzések kimaradnak, az a végén kerül leadásra újból. Tehát a legfontosabb az etika coach, ez egy 2 hónapos képzés. Eredményes tanulás, ez mind az, ezt a 6-ot, amit itt látni fogtok, ez alapképzés. És az etika coach az alapok alapja. De az is fontos, hogy az ember tudjon tanulni. Tehát nem maggolni kell, hanem a tudunk tanulni, az azt jelenti, hogy tudod használni a tudást. Oké? Na ezt meg kell tanulni, hogy ezt hogy kell csinálni. Önismeret. Hát ugye elég fontos dolog, hogy az ember saját magát megismerje. Hangulatjavító. Tehát ami azt jelenti, hogy képes legyél a hangulatokat felismerni, megismerni, és annak a tulajdonságait
alkalmazni, illetve kezelni. Személyiségfejlesztő. Tehát képes legyen az ember mások személyiségét és a saját személyiségét fejleszteni. Elnyomás feloldó. Ami azt jelenti, hogy képes legyen az elnyomókat felismerni és kezelni. Az illető minden ötödik ember elnyomó a bolygón. És minden ötödik ember bőszen azon küzd, hogy te sikertelen legyél. Nem vicc. Ez komoly. Ezt nem tudatosan csinálják, ezt ösztönösen. Tehát minden ötödik ember a bolygón azért küzd, hogy a környezetében lévő emberek azok ne boldoguljanak. Van a happiness, a boldogság coach szemeszter, ez is 9 hónap. Itt is 6 téma: önbizalomteremtő, szeretetteremtő, párkapcsolat, gyermeknevelés, egészségteremtő, boldogságteremtő. A gyermeknevelésről csak annyit szeretnék mondani, hogy az ember felismeri, hogy gyerekkorban, tehát itt benne van az is, hogy gyerekkorban mit szúrtak el rajtad. Ennek ez az igazi értelme, és abból, hogyha rájössz arra, hogy gyerekkorban mit szúrtak el rajtad, akkor hát ha te már nem csinálod ugyanazt a gyerekekkel. Oké? Biznisz, üzlet, coach szemeszter, célmegvalósító. Ugye azt gondolnák az emberek, hogy ó, hát most egy szellemi embernek minek a biznisz? Aha. És a szellemi emberek meg tudják valósítani a céljaikat? Így. Hát nem úgy néznek ki. Kommunikációs coach. Szellemi embereknek nem kell tanulni a kommunikációt? De érdekes lenne. Emberi bánásmód. Szellemi embereknek nem kell tanulni, hogy kell másikkal bánni? Ez is érdekes lenne. És tudnák? Élből? De jó lenne. Csak ez valahogy hiányzik a spirituális képzésekből. Ez mind a három hiányzik. Oké? Pedig az élethez elég fontos lenne, nem? Nem úgy látjátok? Hatékony legyen az ember. Nagyon hatékonyak a spirituális emberek. Hú, de hatékonyak. Nem kellene ezt tanulni? Tehát az élet az nem számít? Vagy nem ebben az életben élünk most? Növekedés, hogy képes legyen az ember minden helyzetet növekedésre fordítani. Nem így testileg gondoltam, tudod. Az nem a bonyolult, csak sokat kell enni és keveset mozogni. Pénzteremtő coach, hát még egy darabig lesz, egészen 2034-ig lesz pénz. Oké? És addig még befolyást bír a pénz erre a bolygóra. Nézzük tovább. Líder, tehát vezető, szervezetvezető, tehát képes legyen az ember szervezetvezetőként működni. Problémát megoldani, biztos tudják ezt is a szellemi emberek, biztos tanulták. Sikerteremtő, hát nem úgy látom, hogy például ezt tanulták volna. Szervezni képesek legyenek az életen, bármilyen területen megszervezni dolgokat. Képesek legyenek eladni, marketing. Ugye a marketing azt jelenti reklámozni. Tehát ugye érdeklődést kelteni, inkább úgy mondanám, mert a marketingnek az érdeklődés keltés a lényege. Hogy az iránt, valami iránt, valaki iránt érdeklődés legyen keltve. Ezt jelenti a marketing. Ha nem lett volna, jó, ez egy új kifejezés a marketing, tehát ha nem lett volna értékesítés, kereskedelem a világon, akkor az emberiség nem fejlődött volna erre a szintre. Számszakilag, ahogy most van. Lehet, hogy már kipusztult volna. Hát gondold végig, ha nem lenne kereskedelem, akkor te hogy ennél? Hát kereskedelmen keresztül juttatják el hozzád az élelmiszert. Nem? Konfliktus feloldó coach. Tehát ugye a marketing az a kereskedés miatt szükséges. Konfliktus feloldó coach. Tehát hogyha van egy konfliktus, képes legyen a
a konfliktust elsimítani. Érted? De nem csak a saját életében, hanem segítségére legyen másoknak. Jó, ez volt a 24 téma. Tehát a 24 témát az 36 hónap alatt adjuk át. Akik nálunk tanulnak és fejlődnek, képessé válnak megoldani az életüket és eljutni az aranykorba. Hát elég nagy ostobaságra van, ha valaki azt gondolja, hogy neki nem kell tanulnia az emberrel és az élettel való helyes bánásmódokról. Illetve ezekben nem kell fejlődnie. A lelki fejlődés, ez idézett fentről. A lelki fejlődés az egyetlen út, amelyen teljesen végig kell menned. Ezen az úton nem lehet megállni vagy lelépni róla, mert mindenféle nehézség és zaklatottság fog a hatalmába keríteni. Az nem lelki fejlődés, ha magadért fejlődsz. Másokért kell fejlődnöd. Vagy fejlődsz, vagy szenvedsz. Hát az a helyzet, hogy itt a mi korunkban már nincs más út. Csak ez a kettő. Ha nem veszed észre a lelki fejlődésed szükségességét, a szellemiség és a teremtőd szerepét az életedben, tárt karokkal hívsz magadhoz minden rosszat, ami csak létezik. A módszereket is átadó lelki fejlődésre az egyetlen hely a PPA Nyílt Akadémiája. Mit kell tenni az elakadnál, a haladásban? Nézz utána meglévő tudásanyagokban. Kérd a PPA vezetőt segítségét. Kérd a teremtőt segítségét. Mi lesz azokkal, akik nem hajlandók lelkileg fejlődni, tudást és módszereket elsajátítani az aranykorba kerüléshez? Az emberiség számára csak egyetlen út van, 2035-től létrejött aranykorba jutás. Nincs más. Egy egyének az aranykorba kerüléshez szükséges tudás elsajátításához 2026. január 1-től számítva 9 év kell. Tudjuk, hogy aki a testét nem táplálja, az meghal. 2012. december 23-tól, aki elutasítja a lelki táplálékot, azaz nem akarja a lelki fejlődést, az nem éri meg az aranykorba jutást. Ezeket, ha nem hiszed, majd megtapasztalod, semmi gond nincs ezzel. Jó? Tehát körülbelül ennyi fért bele az első részbe, bármi kérdésed felmerült, ha jelen vagy, vagy olyan helyen vagy, akkor a PPA klubban választ tudsz kapni, ami majd a legvégén lesz, illetve utána tudsz kérdezni a vezetőtől, ha nem tudod ki a vezetőd, akkor az irodánkban el tudod kérni az elérhetőségét, nyilván az irodánknak van telefonos, skype-os és egyéb elérhetőségei. Köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet után probléma megoldó coach képzésünk lesz, annak a folytatása következik. Mindenkinek további szép napot és jó tanulást kívánok, szeretlek benneteket, sziasztok!